Új színfoltot hozott az iskolában egyrészt az Arany János Tehetséggondozó Program, amely tulajdonképpen intézményesítette mindazt, amit évtizedeken keresztül az iskola végzett, hiszen itt mindig nagyon fontos szerepe volt annak, hogy a vidéki értelmes gyerekeket is megpróbáljuk ide az iskolába behozni, és ezek között a gyerekek között, és hát az elmúlt 15-20 év infrastruktúrájának változása, a munka lehetőségek változása magával hozta, hogy Miskolcváros és körzete, valamint észre-kelet Magyarország sajnos gazdaságilag olyan helyzetbe került, hogy egyre több hátrányos helyzetű gyerekkel tudunk foglalkozni. Én azt gondolom tehát, hogy az Arany János program olyan szempontból volt érdekes, hogy ezeket a gyerekeket intézményesített formában tudtuk fogadni, és mindazokat, amik velük kapcsolatban a tanulás módszertanával, a tanítás módszertanával, egyáltalán a szociális hátrányok kompenzálásával meg tudtunk tanulni, ez egészében visszahatott az iskola teljes képzési struktúrájára.